A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm ebben a rendhagyó fehérvári beszélgetésben a nézőket, hiszen ma az agrárium idei esztendejéről, egy jövőképről fogunk beszélgetni. Vendégem Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mezőgazdaságért és állattenyésztésért felelős alelnöke. Tisztelettel köszöntök. Tiszteletem minden kedves nézőnek. Az új év arra int minket, hogy legyünk megfontoltak és óvatosak. Ezt nem más mondta, mint Nagy István új év köszöntő üzenetében, Nagy István agrárminiszter. És hozzátette, hogy a mindennapi élelmiszer biztosítása létkérdés, és a gazdáknak ebben a hektikus világban kell megfelelő válaszokat adniuk a kihívásokra. Nos, hát ez azt hiszem, hogy valóban így van, hiszen a célok megvalósításához az agrártárcának pontos menetrendje van, azt tudjuk, 2027-ig 2900 milliárd forintból újulhat meg a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar. Viszont az elmúlt idők valóban hektikusak voltak, egyik oldalról itt volt nekünk a koronavírus járvány, a gazdasági válság, tehát a recesszió mind-mind sújtotta az agrárgazdaságot is. Most viszont biztosíték van arra, hogy egy bizonyos értelemben új utakon kell elindulni, hiszen a mindennapi élelmiszer biztosítása létkérdés, ahogy Nagy István is elmondta. Kezdjük talán azzal, hogy az idei esztendőnek mi lesz az alapja, azon felül, hogy ugye a pénz az most már helye köze megvan arra? Egy nagyon picit módosítanék a bevezető megfogalmazáson, szerkesztő úr. Nem helyel közel megvan, a pénz megvan. A pénz megvan azért, mert ha valami biztos ennek az évnek, az a kimondottan ön által is említett 2900 milliárd forintos fejlesztés, amiből 600 millió, 600 millió forintnyi összeg gyakorlatilag a Európai Uniós támogatás, és a 2900 milliárd pedig a fennmaradó pénzösszeg, a 2300 milliárd forint, az pedig egyértelműen a kormányzati támogatás. Tehát tovább folytatódik, és egyértelművé vált most már az elmúlt években mindenféle gazdasági recesszió és probléma ellenére, hogy a kormányzat kitart a 80%-os nemzeti kiegészítés mellett, és ez óriási lehetőségeket biztosít a gazdáknak, a tekintetbe, hogy mindazok a fejlesztések, amik nem történtek meg eddig, ezt követően megvalósuljanak, és felzárkózás történjen. Szó volt itt különféle nehézségekről az elmúlt években. Hát a tavaly előtti év óriási aszája, az nagyon-nagyon megfogta a gazdákat, hiszen a kárösszeg nagyjából 1000 milliárd forintra tehető. Ennek ellenére a tavalyi évben 4300 milliárd forint volt a agrárium teljesítménye. Tehát növekedett nyilvánvaló a 2022-höz képest, nem csak az aszályokán, hanem nominálisan is. Ez mutatja azt az erőt, ami az agráriumban rejlik, és mutatja a gazdáknak a hozzáállását és erejét, hogy minden problémák ellenére nyilván egyrészt megmaradnak a mezőgazdaságnak a vonulatába, másrészt pedig ők tudják, hogy nem egy évet kell szemlélni az agráriumba, hanem több évnek az eredményességét, bizonyos értelmű eredménytelenségét kell összevetni, és összességébe kell azt az életformát, amik őt megvalósítanak, folytatni, és ilyen módon értékelni az évek sokaságát, vagy többségét, nem pedig kiragadva egy nehéz, vagy esetlegesen egy jó évet. És ha megnézzük részletesebben
a lehetőségeket a különféle ágazatok vonatkozásába, akkor igenis vannak pozitív jelek, mert minden ágazathoz támogatások lesznek. Jelenleg a Agrárgazdasági Kamar honlapján is megtalálható, és ott egy kattintással a minisztérium ez irányú tájékoztatójára lehet kattintani. Az a 69 támogatási jogcím, lehetőség, amit egyelőre a kormányzat tervez az év folyamán. Tehát kezdődik majd februárban a különféle erdészeti támogatásokkal, folytatódik majd állattenyésztés, növénytermesztés, évközben útépítés, gépvásárlás és legvégül a precíziós gazdálkodás. És hát a 69-et hagyd ne kelljen mindet elsorolnom, mert egyrészt nem is lehetséges. A másik viszont, hogy inkább ágazati formákat mondanék, amiben egyrészt a gazdaságfejlesztés nagyon erőteljes szerepet kap, nagyon nagy szerepet kap a különféle zöld elképzeléseknek és zöld politikai célok megvalósítására fordítható beruházások, az élelmiszergazdaság stabilizálása és fejlesztésére vonatkozó beruházások, hiszen mindez biztosítja azt, hogy Magyarország ellátása a legnehezebb időszakban is stabil maradjon, és értelemszerűen a hazai ellátást semmi olyan körülmény ne veszélyeztesse, amivel, hát ne adj Isten, hát áruhiányok tömkelegével kellene találkoznunk, még egy olyan szélsőséges időben sem, mint ami emlékszünk a Covid-ból. Nagyon fontos, hogy hatékony a tervezés, az előkészítés. Mi azt látjuk, illetve aki figyelemmel kíséri az agrárpiaci történéseket, hogy ez így van. Hiszen a növénytermesztők is, ahogy ön is elmondta már, a teljes egészében elindulhattak. Hiába volt az elmúlt időszakban sok változás, hogy költség- és jövedelmezési viszonyok, jövedelmezőségi viszonyok változtak, de most úgy tűnik, hogy a szántóföldi növénytermesztés kellő támogatást kap ahhoz, hogy visszatérjen az eredendőhöz. Igen, a szántóföldi növénytermesztés vonatkozásában ugye a ukrán gabona beérkezése okán óriási árcsökkenés következett be. Az sem volt piaci realitás, amikor ugye 140-150 ezer forint per tonna árak voltak a gabona vonatkozásába, de az sem, ami hát most az elmúlt év őszén kialakult. Tehát figyelembe véve a nemzetközi tendenciákat és a hazai ár emelkedéseket is egy lassú, stabilizáló emelkedés várható a cereáraják vonatkozásába, beleértve nyilvánvaló a kalászos gabonákat és a kukoricát. De még az olajos magvak is e kategóriába tudnak esni. Tehát mindenképpen, ami ezt globálisan megváltoztathatja, az a Hormuzi szorosnál levő politikai szituáció, mert azért hosszú távon, tendenciózusan a kőolajárak és a terményárak, tehát az alapvető élelmiszeripari és takarmányipari terményárak, a gabonaféléknek az ára azért követi a kőolajnak a mozgását. Tehát ott a Hormuzi szorosnál ne adj Isten valamiféle nagy konfliktussal, vagy nagyobb konfliktus eszkalálódna, abban a pillanatban nyilván elszabadulnak a kőolajárak, és ez húzza adott esetben a terményárakat is. De egyébként a stabilitás lesz bizonyos értelemben jellemző a gabonafélék árára, és ezt is mutatja a gazdáknak a vetési kedve, hiszen lényegesen nem csökkent, tehát nagyon sok százalékkal a őszi búza vetés területe, tehát mindenképpen tavasszal majd meglátjuk, hogy az árpa és egyéb tavaszi gabonafélék milyen vetés arányba kerülnek majd a magágyba, de egyértelmű, hogy a növénytermesztéssel foglalkozó gazdák bíznak ebbe a stabilitás felé mutató
jövőképbe, és amit már itt említettem, nagyon fontos meg említeni, hogy egyértelműen a étkezési búza felé kell elmozdulni, hiszen a 14% körüli fehérjetartalmú étkezési búza vonatkozásában hiány van az Európai Unióban is, hiszen ha Eurostat adatokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy december folyamán az Európai Unióba beérkezett 180 ezer tonna 14%-os fehérjetartalmú orosz búza. Én most nem akarok politizálni, mert soha életemben nem akartam, én mindig szakemberré akartam válni, és remélem bizonyos értelemben sikerült is, de hát ha jól tudom, akkor embargó alatt van, de most ennek a politikai része kevésbé érdekel, csak hát a sajátos fintorral tudom megjegyezni, hogy amikor az embargó a céltalanságát a magyar kormányzat elemezte, akkor hát sok mindent kikiáltottak róla, csak nem éppen jó színbe tüntették fel. Így van, a gabonapiaci zavarokban egyébként segített az ukrán terményimport kompenzáció valamelyest a gazdákon? Igen, nyilvánvaló, hogy ez csepp bizonyos értelembe a tengerbe, hiszen a globális árcsökkenések azok hát sokkal nagyobb összegszerűséget vittek el, de az, hogy a gazdák kezét megfogja a kormányzat, és ebben nyilvánvaló mindazon tárgyalásoknak nagyon nagy szerepe van, amit egyrészt az agrárgazdasági kamara választott képviselőivel közösen megbeszélünk, majd pedig a minisztériummal, mint partnerekkel megbeszélünk, és a minisztérium várja is ezeket a javaslatainkat, sőt, mi több, hát minden olyan elnökségi ülésen a minisztérium képviselője ott van, amikor hát ilyen irányú megbeszéléseket folytatunk, és a miniszter úr is személyesen odafigyel azokra a javaslatokra, amiket az Agrárgazdasági Kamara jelez feléjük. Nem beszélve arról, hogy itt a pályázatok kapcsán az előkészítésekbe is széleskörű társadalmi szakmai rétegek vannak bevonva, hogy olyan pályázati kijárások történjenek, amelyek egyrészt teljesíthetők, amelyik valóban azt célozza, hogy az az ágazat eredményesen fejlődjön, és valóban hatékonyan az export és a hazai ellátás vonatkozásába tudja teljesíteni azokat az elvárásokat, aminek alapcélja maga a kiírás és a fejlesztés. Ugye tudjuk, hogy a fenntartható gazdálkodásra, és ahogy ön is mondta, a hatékony termelési módszerekre óriási szükség van, hiszen ez jobb minőséget eredményez, illetve hát a hozzáadott értéket is növeli. Erre megvan-e a mód, hiszen számtalanszor beszéltünk arról, hogy a beáramló uniós és kormányzati források lehetőséget biztosítanak a gazdáknak arra, hogy ezt valóban megvalósítsák? Hát ha valami nem teljesen kiszámítható, az nem a támogatáspolitika, ahogy említettem, hanem az Európai Unió zöld politikája. Egyszerűen nem követhető, hiszen érzelmi alapon sok mindent megcéloz és kikiált, de hát a legutóbbi példát csak említem, hogy az úgynevezett súr, tehát az 50%-os növényvédőszereknek a radikális csökkentése fűnyíró elv alapján azt visszaadta pár évvel ezelőtt az Európai Parlament, az Európai Bizottságnak, mondván, hogy nem eléggé ambíciózus. Tehát az, hogy 50%-kal csökkentsünk mindent, és csak ismételten megemlítem, hogy van ország, ahol 5,8 kg per hektár per év növényvédőszert használnak, mi 1,7-et, és hát az 5,8-nak a fele még mindig több, mint a 1,7, meg hát az 1,7-nek a felével nem igen lehet jól gazdálkodni, de most ez más kérdés. Most pedig, ahogy visszavitték a nem elég 50%-os ambíciózus tervet az Európai Parlament elé december elején, akkor az Európai Parlament azt mondta, hogy hát ez teljesíthetetlen. Tehát
ezt kiszám, ami nagyon helyes volt, de csak levette a napirendről. Tehát ugye jönnek a választások, és tudjuk jó, hogy Hollandiában a parasztpárt elég erőteljes győzelmet aratott. Ebben a pillanatban már is megváltozik az a zöld politika, amit eddig feszt hirdettek. Tehát ez az, ami kiszámíthatatlaná teszi, de nyilván, hogy Magyarország a zöld politikája vonatkozásába egyértelmű lépéseket tett, és tesz ma is. Ezért ebből a 2900 milliárd forintnyi összegből 1000 milliárd, az a zöld programok megvalósítását fogják célozni, és a másik 1500 pedig a gazdaságfejlesztési célokat, nyilvánvalóan a fennmaradó, meg más egyéb agráriummal kapcsolatos fejlesztések, akár a mezőgazdasági úthálózattól kezdve, hogy ne soroljam, mik vannak még benne. De egyértelmű, hogy 1000 milliárd forintot a zöld célok megvalósítására kitenni és odaadni, erre nem lehet azt mondani, hogy Magyarország nem zöld politikát folytat, nem Green Deal barát, és nem figyel oda a termékeiknek az egészséges voltára. És csak hangsúlyozni tudom, hogy sajnos az Európai Unióban nem csak a méz vonatkozásába, hanem máshonnan is érkezhetnek be olyan termékek, ami nem az unió termelési szabályai szerint történik. A magyar gazda az unió termelési szabályai szerint biztonságos, egészséges élelmiszert állít elő, és ezt kell fogyasztanunk, hiszen ez nyomon követhető. Így van, és nem feledkezhetünk meg róla, hogy az élelmiszerinfláció az őszre 10% alá körülire mérséklődött, és ha a reálbérek is, ha fejlődnek, akkor nyilván a bolti termékek iránti kereslet is javulni fog. Tehát ez egy fontos adalék, mert hogy azért valljuk meg, hogy Európában az agrárgazdaságok nehéz helyzetben vannak. Lásd most, mi történik Németországban. A tágra nyílt szemekkel nézzük a tévében a tudósításokat, hogy gyakorlatilag Németország ugye egyik legfontosabb barátunk ilyen értelemben, agrárgazdaság szempontjából is. Hát válság van, sőt több, mint válság. Igen, Európai Unióban német gazdákkal eddig is beszélgetve ők ezt nagyon pontosan érezték és tudták. Viszont a közmédia és a politikai általános hangulat hát elfojtotta azokat a megnyilvánulásaikat, amik időbe jelezték a problémát, és azokat a következményeket, amit most nekik sajnálatos módon az utcán kell megvívni és érvényesíteni, mert hát sajátos módon a ottani kormányzati figyelem nem volt kellő a gazdák, az élelmiszertermelők, az élelmiszerbiztonság ilyetén való biztosítása iránt, de hát ők megküzdik majd nyilvánvalóan a maguk küzdelmét. Szerencsére Magyarországon ez ilyen értelemben évek óta szóba sem jöhet, hogy nem hallik el a gazdák hangja akár a minisztériumig, akár a kamaráig, akár pedig mindazoknak a szakmai szervezeteknek a képviselőihez, akik továbbítják ezeket a problémákat, és nem csak továbbítják, hanem konszenzusos megoldást próbálnak találni. Azért mindig említettem, és nagyon fontos a miniszter úrnak a kinyilatkozása, amikor azt mondta, hogy amely problémát egy ágazatból a kamara támogatásával, a szakmai szervezetek támogatásával, tehát az ágazat nagy többségének az egyetértésével adunk be, ez azt jelenti, hogy ez az ágazat érdeke, és ezt a minisztérium egy az egybe el is fogja fogadni, hiszen legfőbb célja nekik is, és neki is, hogy a magyar agráriumnak legyen jövőképe, legyen jelene, és legyen biztonságos élelmiszerellátás Magyarországon. Méltatlanul kevés szó esett az állattenyésztésről eddig, egy kicsit mélyüljünk el benne. Én azt gondolom, hogy rendkívül fontos az ágazat helyzete, hiszen tudjuk, hogy az elmúlt időszakban ez az ágazat is megsínylette a különböző problémákat. Igen, hiszen még itt az Agrárinfóban említettem a tavalyi évben, hogy nagy kérdés lesz az,
hogy mivel az Európai Unió sertés, tartás és tenyésztés vonatkozásában elvesztette a versenyképességét a világpiacon, vajon kik fogják csökkenteni nagymértékbe a sertés állományukat? Azok az országok, akik még esetleg hatékonytalanabbak, ennek ellenére a vezető sertéstartók tekintetében, vagy pedig a nemzeti önellátás fog felülkerekedni ebbe. Hát kiderült, hogy azok a termelők csökkentették, akik a világpiacon nem hatékonyak. Ilyen értelemben az Európai Unióban több mint 10%-os sertés állomány csökkenés, és ma már, ha nem is szó szerinti sertés hiány, de keresleti piac van. Épp ezért Magyarországon is, hiszen mi azért a német árakhoz igazodunk valamilyen módon, gyakorlatilag egész évben egy elfogadható, normálisan kitermelhető és nyereséget biztosító élősertés ár volt. Tehát abba tudunk bízni, hogyha még valamilyen módon az idei évben a sertés ár egy kicsit csökken is, de megmarad a jövedelem termelő képessége. Magyarországon a sertés tenyésztés tekintetében 60 ezer új kocaférőhely került a tavalyi évbe átadásra, tehát az azt jelenti, hogy bizony nagyon szépen tud majd fejlődni a tenyésztésünk, ezáltal a sertés hizlalásunk és a sertés tenyésztés maradszámai tekintetében a 29-es országos átlaggal, amely egy koca egy évbe produkált malacát jelzi, bizony ott vagyunk Európa élvonalába, és a legnagyobb és a legkoncentráltabb és technikai fejlett terepeink teljesen az európai színvonal átlagait tudják hozni, tehát e tekintetben bizony nagyon kedvező helyzetben vagyunk, természetesen közepes és kis gazdaságok fejlesztésére pedig majd lehetőséget ad mindaz a kiírás, ami hát az elkövetkező időben meg fog jelenni. A tej tekintetében hát a tejpiac, a kínai piac bedugulása okán is és más okoknál fogva is ugye hát nagy árcsökkenést élt meg az elmúlt évben, ahol ugyancsak egy lassú emelkedés várható, hiszen a kínai piac és a terpor piacok, exportok megnyílnak, és így nem sajtokba kell a tejfölösleget gyakorlatilag eltenni, és továbbtartással valamilyen módon ezt a hiátuszt áthidalni, hanem nyers tejértékesítés is, és a tejipar értékesítés vonatkozásába is inkább majd szívópiac alakul ki. A baromfi tekintetében a baromfi influenza nagyon-nagyon kitetté tette az ágazatot, de állandó keresleti piac van a baromfi vonatkozásába és a tojás tekintetében is. Ezt egy kicsit megbillentette az Ukrajnából nagyon erőteljesen beáramló csirkehús, tehát a broilereknek a húsa és a tojás, de bízunk benne, hogy a későbbiekben ez úgy normalizálódik, hogy továbbra is megéri baromfit tartani, és ha mindenki tisztességgel betartja az állat egészségügyi szabályokat, hiszen ebbre az elmúlt ciklusba is, és az elmúlt években is komoly fejlesztési lehetőségek voltak, akkor kevésbé fog tudni kárt okozni a madárinfluenza, és kevesebb tömeges állatleülésekkel kell ilyen tekintetben számolni. Ami jó hír, az a kérődzők vonatkozásában, hogy a kiskérődzők az most már évek óta a bárány árak stabilak, Európa legmagasabb bárány áraival rendelkezünk, az egy piacos olasz ország, ez ilyen értelemben megszűnt, és ma már Németországtól kezdve más országokba is tudunk nehéz bárányokat és könnyű bárányokat is exportálni, és ezáltal hát mind stabilabbá válik a juhászati ágazat,
és bizony annak a létszámnövekedése is tapasztalható. Ez kevésbé mondható el a húsmarha vonatkozásába, tehát a legelőn tartott állatok vonatkozásába, de nem csökkent olyan mértékbe a marhahús iránti kereslet, illetve a hizlalás és a tovább hizlalásra levő állatoknak az előállítása, tehát az anyatehéntartás, amely azt mondaná ki, hogy itt tragikus helyzet van. Voltak jobb árak is, de ez még jövedelemtermelő képességbe bizonyos értelemben elfogadható. Tehát az az ágazat, amelyik nagyon-nagyon megsínlette a 22-es évet, a 23-as évbe levő ár csökkenés, tehát takarmányár csökkenés okán egy kicsit levegőhöz jutott, és hát reméljük, hogy a árstabilizáció, a gabona árstabilizáció, és itt említettem, hogy különleges politikai események nem fogják meglódítani esetlegesen a gabona árakat felfelé a kőolaj ár kapcsán, esetleges változása kapcsán, hogy bizony akkor az állattenyésztésnek a jövedelem termelő képessége hát hosszú évek után elfogadhatóvá válik. Viszont mindenképpen a fejlesztésre, a precíziós állattenyésztésre és a pályázatok kihasználására továbbra is nagy gondot és figyelmet kell fordítani a gazdáknak. Tehát bizakodóak lehetünk, mondom igen. Én. Nos, hát akkor zárjuk úgy ezt a beszélgetést, ahogy Nagy István agrárminiszter zárta egy Adenauer idézettel, amikor a többiek azt hiszik, lassan befejezzük, csak akkor kell tényleg neki látni. Én azt hiszem, hogy lesz dolgok bőven ebben az esztendőben is. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetésekben Mazászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állattenyésztésért és növénytermesztésért felelős alelnökével beszélgettünk arról, hogy mi várható a 2024-es esztendőben. Megnyugtatjuk önöket, hogy szinte bizonyosan sem ellátási nehézségek, sem jelentős áremelkedés nem lesz. Most már csak az kell, hogy az időjárás is velünk legyen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.